Vajon megfejthetünk ősi természet fölötti titkokat? Léteznek angyalok? Van élet a halál után? A gyógyulási csodák valódiak? Kaphatsz természet fölötti segítséget egy másik dimenzióból? A jövő már előre meg lett írva? Sidorov több mint 35 évet töltött egy furcsa természet fölötti világkutatásával. Kapcsolódj be te is Sid mai műsorában, melynek címe Ez természet fölötti. Hello, Sidorov vagyok. Üdvözöllek a világomban, ahol a természet fölötti természetes. Én szeretem a természetes dolgokat, nem szeretem a mesterséges műdolgokat. Szeretem az Úr jelenlétét, mely a menny illata, mely eláraszt bennünket. Mivel bennünket eláraszt, így téged is el fog árasztani. Nem kell mondanom a híreket, hiszen te magad is olvashatod az újságokban, mit történnek. Terrorizmus, gazdasági összeomlás, természeti katasztrófák, és nem is az a legfontosabb, hogyan változnak meg a dolgok, hanem hogy meghallod-e Isten hangját. Vendégem 100%-ban garantálja, ha követed a tanítását, képes leszel meghallani Isten hangját. Ha az amerikai gyülekezetekben végeznék egy felmérést arról, hogy vajon hányan hallják rendszeresen Isten hangját, szerinted milyen arányt kapnánk? Mark Wöckler, szerinted mi lenne ez az arány? Talán 5%? Szerintem ez egy kicsit még túlzás is. Hát lehet. Legalább 10 évig voltál úgy, pásztor, hogy egyszer sem hallottad Isten hangját. Nem zavart ez téged? Ó, dehogy nem, nagyon is. Azt gondoltam, ki fognak rúgni a pásztori posztomból, ha megtudják, hogy nem vagyok képes meghallani Isten hangját. Mindenfélével próbálkoztam, de semmi nem működött. Aztán elhatároztad, hogy egy teljes évet kiveszel, és csak arra szánod ezt az időt, hogy megtanuld meghallani Isten hangját. Visszatekintve látom, hogy miért vezetett Isten erre, de igazából mi vezérelt arra, hogy ezt tedd? Egyszerűen annyira frusztrált a dolog. Nos, azt láttam, hogy Jézus soha nem tett semmit magától, csak is azt, amit látott és hallott az atyától. Ez azt is jelenti, hogy neki hallania kellett állandóan a hangját, és látnia kellett ezt látomásban is állandó jelleggel. Ha kenetet akarok az életemre, olyanak kell lennem belül, mint Jézus. Szerinted ő a nap 24 órájában hallott és látott Istentől? Szerintem pontosan ezt mondja ez az ige, abszolút így gondolom. Most már te is képes vagy erre? Igen. És én is? Igen, te is. Én is. Igen, és mindenki más is. Jól hangzik, hol írjam alá? Oké, szóval kivettél egy teljes évet. Mit csináltál ez alatt az év alatt? Elolvastam minden egyes könyvet, ami valaha íródott az imáról és Isten hangjának meghallásáról. Elmentem minden egyes konferenciára, ami Isten hangjának meghallásával volt kapcsolatos, és mindent elolvastam a Bibliában, ami ehhez a témához fűződik. Kísérleteztem Isten hangjának meghallásával, kérdezgettem olyanokat, akik hallják az ő hangját, hogy mit csinálnak, hogyan teszik, hogy meghallják Isten hangját. Majd végül maga Isten összegezte számomra ezt az egészet. Hogyan? Nos, felébresztett egyik reggel az éjszaka kellős közepén, amikor meghallottam Isten külső füllel hallható hangját. Azt mondtam, már ébredj, meg akarom neked tanítani, hogyan halld meg a hangomat. Ekkor már egy teljes éven keresztül csak ezt a témát tanulmányoztam. Biztos, hogy azonnal kiugrottál az ágyból, ugye? Ó, az nagyon szellemi reakció lenne, nem igaz? Hát szerintem ez lenne a normális. Már 11 éve alig vártad, hogy eljöjjön az a pillanat, hogy meghalld az ő hangját, és most hallottad az ő hangját. Azt mondtam, uram, tanítanál itt az ágyban? És szépen visszafeküdtem. Nem. Biztos, hogy te szellemibb lettél volna, de ez az én történetem. Én ezt nem is nevezném szellemének, egyszerűen csak ugrottam volna azonnal. Nos, az Úr újra szólt, kelj föl! Tehát fölkeltem, kimentem az irodámba, és az összes dolgot, amit tanultam, lecsökkentette 4 egyszerű lépése. Hát annyit meg tudok tenni, 4? 4. Elmondanád ezeket röviden? Persze, mind a 4 a Habakuk 2:1-2-ben található. Ez a 4 dolog pedig elcsendesedés, látás, spontaneitás és naplózás. Mondd el még egyszer. Elcsendesedés, látás, spontaneitás, naplózás. Isten azt mondta Habakuknak, menj föl az őrhelyedre, tehát légy egyedül egy csendes helyen, bárhol, ahol le tudsz csendesedni Isten előtt. Ez az első kulcs. Helyezd magad kényelembe, hogy kellemesen érezd magad, és a kellemes itt kulcs szó. Én például beleképzelem magam egy bibliai történetbe. Ez egy kellemes jelenés, ott vagyok együtt Jézussal. Amikor korábban beszélgettünk, elmondtam neked, hogy én általában hallok dolgokat Istentől, de nem igazán látok dolgokat.
Erre te említetted a bal és jobb agyfélteke működését. Magyarázd ezt el. Nos, vannak, akik inkább a bal agyféltekét használják, logikusan gondolkodnak. Mások inkább a jobb agyféltekéjükre támaszkodnak. Ők intuitívak, látó emberek. Te és én bal agyféltekések vagyunk. Számunkra nem jönnek könnyen a látomások. Legalábbis nem olyan könnyen, mint a jobb agyféltekéseknek. A jobb agyféltekések gyönyörű jeleneteket írnak le, mi pedig csak irigykedve hallgatjuk, és azt gondoljuk, hogy hát igen, nekem ez nem megy. Lehet, hogy nem megy nekünk ugyanúgy, azonban igenis lehetséges, hogy legalább a lábójunkkal átlépjük a határvonalat, és lássunk valamit. Dánielnek voltak látomásai, ő az elméje belső képernyőjén látta, azokat kivetítve, ami egy nagyon egyszerű módja ennek. A szívünknek van szeme, amivel bele tudunk látni a szellemi világba, és képi formában látunk dolgokat. Például, ha olvasol egy bibliai történetet, azt magad elé tudod képzelni, akkor bele tudod magad is képzelni a történetbe. Csak helyezd bele magad a történetbe, mintha az egyik szereplője lennél. Majd kérd a Szent Szellemet, hogy vegye ezt a képet, és vigye tovább, és ahogy ráhangolódsz ennek áramlására, a kép életre fog kelni. Meg fogod látni, ahogy Jézus gesztikulál, és különféle dolgokat tesz, és már látomásod van. Ez a belső képernyődön jelenik meg, mely az elmédben van, mégis olyan érzés, mint a külső szemlélőként látnád az eseményeket. Amikor belehelyezem magam egy ilyen eseménybe, akkor a mostani életkoromban képzeljem el magam ebben, vagy úgy, mintha gyermek lennék. Hogy a legjobb? Bármelyiket teheted. De mivel a Biblia azt mondja, hogy amikor Istenhez megyünk, úgy menjünk hozzá, mint a gyerekek, én azt szoktam javasolni. Képzeld azt, mint a 6-8 éves gyermekként jönnél az Úrhoz. Mert ilyenkor képessé válsz a felnőtt elmédet eltenni az útból, a kételjeidet, félelmeidet és csalódásaidat, és úgy jössz Istenhez, ahogy ezt ő kérte, mint egy gyermek. A Biblia azt is mondja nekünk, hogy meditáljunk. Mit jelent igazából ez a szó, hogy meditálni? Elég sok definíciója van, az egyik ilyen, hogy elképzelni. Ez illik ahhoz, amit mondtál, hogy helyezzük magunkat bele egy bibliai történetbe. Pontosan, néha megkérdem az embereket, hányan látjátok az olvasott bibliai történeteket képekben? Az emberek 90%-a felnyújtja a kezét. Szóval 90%-unk úgy csinálja, hogy nem is tanultad, de ha 90%-unk teszi ezt időnként, akkor mi lenne, ha mindnyájan tennénk ezt méghozzá mindig? Semmi okunk nincs arra, hogy ne tegyük, hiszen ez része a bibliai meditálásnak. Alig várom, hogy végigvegyük az egészet. Egyetértek Márkkal, és hiszem, hogy te is képes leszel meghallani Isten hangját, és képes leszel meglátni Isten cselekedeteit, és normálissá fogsz válni. Hello, Sidrop vagyok, Mark Wörklöle. Te szeretnéd hallani Isten hangját? Úgy értem, hogy a nap 24 órájában hallani őt, vagy látomásokat kapni arról, amit Isten tesz, meghallani, amit Isten cselekszik? Ez normális. Mivel a Mesiás is épp ezt tette, és ő azt mondta, ahogy én vagyok a világban, ti is úgy legyetek. Már, ha valaki hallja Isten hangját, az hogyan segíthet neki a vállalkozásában? Tudnál erre példát mondani? Persze. Bill Duplay, aki a Toronto Airport Christian közösséghez tartozik, nagyon szereti hallani Isten hangját. Ő a Hewlett-Packard cégnél dolgozik, egyszerűen ráhangolódik Isten szellemére. Felismeri Isten hangját, amint gondolatok és képek spontán áramlásával megérintik. 9 különböző vezetői útmutatást írt a cége számára, amelyet kinyomtattak, kitettek a cég minden kirendeltségében világszerte. Ezeket Isten hangja által kapta, ahogyan áramlott felé a gondolatsor. Jézus azt mondta, élő vizek folyamai fakadnak a belsőtökből. A Szent Szellemről mondta ezt. Azt mondom tehát, hogy gondolatok, spontán gondolatok áramlásaként halljuk Isten hangját. Bill Duplay megtanulta lejegyezni ezeket a gondolatokat, és ebből alkotta az AAP egyik vezetője lett. Megint egy olyan dolog, aminek normálisnak kellene lenni, és mi a helyzet veled? Mondd el, hogyan segített házasságodban, hogy hallod Isten hangját. Nos, hatalmas gyógyulást hozott a házasságomban. Mindenek előtt, az egyik korai látomásomban, amikor elkezdtem érdeklődni a látomások iránt, azt láttam, hogy Jézus a kezében tartotta a fejemet a mellkasán, és cirógatta a hajamat. Soha velem ilyen nem történt egész életemben, és ahogy lejegyeztem a naplomba, az Úr azt mondta, Mark, szeretném, ha tudnád, a gyöngétség jó. Nem tudtam gyöngéden bánni a feleségemmel, mert nem hittem a gyöngétségben. S ha egy nőt nem ápolnak és dédelgetnek, akkor elhervad. Az én feleségem is elhervadt, mert nem voltam lágy és gyöngét felé. Az Úr megmutatta, hogy jó dolog ápolni őt, jó dolog gyöngéden bánni vele. 2-3 különböző dolgot mutatott, amelyek segítettek a házasságomban. Azt mondta például, hogy Mark, azt akarom, hogy szeresd a feleséged. Erre azt feleltem, igen, szeretni fogom, csak előbb hadd igazítsam helyre. Mire Isten, nem azt mondtam, hogy igazítsd helyre, azt mondtam, hogy szeresd őt. Én adtam neki a személyiségét. Nem kell megváltoztatnod a személyiségét, nem kell őt formáznod. Jól van úgy, ahogy van. Vedd le róla a kezed. Szeresd őt úgy, ahogy van. Miután vagy 50-szer leírtam a naplomba, hogy szeresd a feleségedet, elhatároztam, hogy úgy szeretem őt, ahogy van. Peti azt mondta, hogy rendkívül sokat javult a házasságunk attól kezdve, hogy elkezdtem naplót vezetni. Egy másik dolog, amit Isten tett a házasságunkban, ilyen kérdéseket tettem fel Petinek. Mit gondolsz, mit csináljunk ebben a helyzetben? Ő jobb agyféltekés ember, én bal. Tehát így felelt, úgy érzem, ezt kell tennünk. Őt az intuíciók vezetik.
vezetik. Erre azt mondtam, nem azt kérdeztem, hogy mit érzel, hanem azt, hogy mit gondolsz. Erre ő, nincs bennem semmiféle gondolat, csak úgy érzem, ezt kell tennünk. Azt mondtam, ha nem tudsz néhány jó érvet hozni, hogy miért érzel így, akkor ugorjunk. Ez aztán összetörte a feleségem szellemét, undokul viselkedtem, vállás felé haladtam. Amikor ráébredtem, mit tettem, bűnbánatra jutottam, és az Úr azt mondta, már az intuíción és a spontán áradáson keresztül érkező hangom sokkal nagyszerűbb, mint a te érveid. Meg kell tanulnod megbecsülni a feleséged intuícióit, mert az én hangomat szólaltatja meg neked, amit intuícióval vesz át. Tehát megtanultam tisztelni és ápolni ezt az ajándékot. Már ha tudni akarod, hogy a feleséged intuíciója helyes, gyere hozzám, és kér tőlem hozzáérveket. Kér tőlem 10 érved, miért van igaza a feleségednek. Ilyen konkrétan szól hozzád Isten? Igen, és nincsenek benne szólamok meg a profitálásokban, megszokott fordulatok, egyáltalán nincsenek, két lábbal a földön járunk, bármiről és mindenről beszélünk. Beszélj nekem azokról a drogfüggő fiatalokról, akik két különböző országban élnek és használják a tanításodat. Az egyik hely a Duncan Memorial Camp Floridában. Itt alkohol és drogfüggségben szenvedő fiatalokat kezelnek. Olyan gyerekeket hoznak ide, akik ebből jönnek ki, és tanításuk során az egyik eszköz a fenti 4 kulcs Isten hangjának meghallásához. Néhány alkalommal személyesen is tanítottam náluk. Gyógyulásuk részeként ezek a fiatalok minden nap naplót vezetnek, ezt megosztják szellemi tanácsadóikkal, amit mi is nyomatékosan ajánlunk. Ne járj magányosan az óra, kapcsolódj Krisztus testéhez, legyen 2-3 olyan ember melletted, akik véleményt mondanak a naplózásodról. Tehát a lelki gondozók minden héten csoportokba osztják a fiatalokat, megbeszélik egymással naplójukat, együtt naplóznak, ez gyógyulást hoz az életükbe, belülről kifelé. Miért nem elég egyszerűen csak gondolkodni ezekről a dolgokról? Miért kell leírni? Két elménk van, az egyik a fejünkben, a másik a szívünkben. Először is, amikor naplót vezetsz, amint elkezdesz írni, az áramlat folytatódik. Amikor régebben megkértem Isten, szóljon hozzám, többnyire egy vagy két szót mondott, de rájöttem, ha a szemem Jézuson tartom, és ráhangolódok az áramlatra, elkezdek írni, akkor az egy-két szóból egy-két bekezdés lesz, vagy három, netán egy-két oldal. A naplózás segít abban, hogy hitben maradjak 5-10-20 percig, és csak írjak hitben. És mi van, ha nem naplózok? Tudom, hogy ha leírom, később megvizsgálhatom. Ha nem naplózok, hanem azt gondolom, most azonnal ellenőriznem kell, az nem megy. Nem tudom megvizsgálni és fogadni az üzenetet egyidejűleg. Ezek egymással ellentétben állnak. A naplózás által hitben maradhatok 20 percig, és írok 20 percig, és így kapok 20 percet arra, hogy Isten beszéljen hozzám. Amikor valaki rááll erre az útra, és azt mondja, még sohasem hallottam Isten hangját, és úgy dönt, kipróbálja, és aztán elárasztja, ami történik. Önmagadon kívül találkoztál ilyen emberekkel? Emberek ezreivel találkoztam, akik ugyanerre az útra léptek rá. Olyanok voltak, mint én. Túlnyomóan a bal agyféltekéjüket használták. Nem tudtak eljutni arra a pontra, hogy hallják Isten hangját. Mivel én is bal agyféltekés voltam, átküzdöttem magam ezen, és megtaláltam a szívemet, lépésről lépésre le tudom tenni. Azt mondtad, átküzdötted magad. Mit értesz ezen? Átküzdöttem magam az akadályon, megharcoltam az utam az egyik agyféltekémtől a másikig, a bal oldalról a jobb oldalra. Azt gondoltam, azt mondtad, megharcoltam, és azt mondtad, gondoltam. Hát ez harc volt. Harcolnom kellett, hogy lerontsam a falakat, amelyek visszatartottak attól, hogy átjussak a másik oldalra. Volt bennem kételj, félelem, hitetlenség, és egy csomó különféle fal, amelyeknek előbb le kellett dőlniük, hogy elhihessem, ezek a képek a Szent Szellemtől jöttek. Úgy gondolom, ez a legnagyobb probléma. Az emberek azt hiszik, mindez a saját képzelőerőjük terméke, a saját gondolatai. Teljesen így van. S a legnagyszerűbb megoldás, amellett, hogy leírod, amit hallasz, az, hogy odaadod három embernek. A Biblia azt mondja, hogy 2 vagy 3 tanúbizonyságra megáll minden. Szóval elküldöm e-mailben a naplomat 3 embernek, a feleségemnek, Petinek és még 2 másik embernek, s ha 24 órán belül válaszolnak és azt mondják, ez Istentől való, akkor elhagy a kételj. Ez hasonló ahhoz, amikor életemben először szólaltam meg nyelveken, és elöntött a kételkedés, amíg valaki azt nem mondta, hogy ez Isten természet fölötti nyelve. Szükségem volt valakire, aki ezt kimondta. Hogyne, pontosan erre is szükségünk van, és a Biblia világosan tanítja, hogy 2-3 tanúbizonyságra megáll minden. Nem önmagadban. Te nem tudod ezt megerősíteni. Kihozod a világosságra, és hogy mondják mások? Erre pecsét van a szellememben. Hiszem, hogy Isten szól hozzá. Oké. Márk 4 viszonylag egyszerű módszert hozott, és aztán erről tanított ebben az interaktív leckében. Szeretném, ha most elmagyarázna a 4 módszert, és aztán imádkozna értetek. Imádkozni fog fizikai gyógyulásért, HIV pozitív, tehát éces betegekért, és változás fog bekövetkezni. Nagyszerű csodák jönnek. Tehát ne menjetek el, azonnal jövünk vissza.
Hello, Sid Roth vagyok Mark Wöklőrrel. Isten szólt hozzád. Hallottad Isten hangját. Miután 11 évig nem hallottad Isten hangját, egy évet arra szántál, hogy minden tanulmányoz, amit csak tudtál. A tanulmányozás azonban nem hozott változást az által is. Akkor jött, amikor meghallottad Isten hangját. Ő adott neked 4 kulcsot. Mit gondolsz, melyik a legfontosabb kulcs? A 4 kulcs, csendesítsem le magam, tartsam a szemem Jézuson, lássam őt magam mellett, mert jelen van, itt van velünk, ő Immanuel, velünk az Isten. A harmadik kulcs a spontaneitás, ismerjem fel Isten hangját a spontán jövő gondolatomban, amelyek felvillanak az elmémben, amikor a szemem Jézuson van. A negyedik kulcs a naplózás, a gondolatok lejegyzetelése. Isten azt mondta Habakuknak, hogy írja le a látást, szóval ragadj tollat, és amikor Isten beszélni kezd, és áramlanak a gondolatok és a képek, tudod, igencsak lusták vagyunk, nem akarunk naplót vezetni, hiszen az munka. Ha, én is ezt mondtam Istennek. Gyűlölöm az angolt, az írást, a helyesírást, a nyelvtant, és azt felelte, próbáld meg az én módszeremmel, lásd meg, működik-e. Fejezetek százait jegyeztünk le azóta, Isten látomást ad, rángol a hullámhosszára, és leírom, amit Isten mond. Fejezetek százait, soha nem hallottam erről szolgálatot. De én most ezt tanítom nektek, és azt kérem, próbáljátok meg, és ha kipróbáljátok, hányan akarjátok kipróbálni, arra kérlek, hogy tegyél meg 1, 2 vagy 3 lépést ezek közül. Nem. Azt mondom, hogy ha mind a 4 kulcsot együtt használjátok, akkor ígérem, sőt, garantálom nektek, hogy hallani fogjátok Isten hangját. Nem csak annyit kérek, hogy 1, 2 vagy 3 lépést tegyetek meg. 4-et. Csendesedjetek le, emeljétek fel szemeteket Jézusra, tartsátok rajta, hangolódjatok rá a spontán áradásra. Írjátok le, amit kaptok. Aki mind a 4 lépést megteszi együtt, meg fogja hallani Isten hangját. Garantálom nektek, mert sok 100 000 embernek tanítottuk ezt szerte a világon. Miközben ezt az interaktív kurzust tanítottad arról, hogy hogyan halljuk meg Isten hangját, szembe találtad magad a problémával, hogyan segíts az embereknek elfogadni a gyógyulásokat. Beszélj nekem arról a személyről, aki HIV pozitív volt, tehát éces. Ez a HIV pozitív személy, tehát éces hölgy a férjétől kapta el a fertőzést. A férje belehalt, a nő pedig tele volt félelemmel. Elment egy gyógyító evangélistához, üdvösségre jutott, és ő profétai szót adott az asszonynak. Imádkozott érte kézrátétellel, és rémát adott neki. Halld meg, mit mond Isten a tested gyógyulásáról. Az asszony egy hétig hitben járt, egy hét múlva visszament tele félelemmel. Isten azt mondta, hadd adjak neked látomást, mert a látás nagyon fontos a hit megalapozásához. Isten Ábrahámnak csillagok ezreiről adott látomást, feltört belőle a hit. Látomást adott neki. Azt szeretném, ha képi formában látnád az elmédben, hogy bal kezedben tartod az orvosi leletet, amely azt mondja, hogy HIV pozitív vagy, a jobb kezedben pedig egy új orvosi leletet látsz, amelyben az áll, hogy HIV negatív vagy. Ezt az új képet lásd magad előtt mindig. És az asszony engedelmeskedett, ezt szemlélte. Visszament, újabb vérvétel volt, és a hite feltört a gyógyulás, áttört, és HIV negatív lett az eredménye. Mire tanított ez téged? Hogyan imádkozol most a saját fizikai gyógyulásodért és másokért? Amikor gyógyulásért imádkozom, megértem, hogy Isten ereje árad át rajtam keresztül a beteg személy felé, akikért, vagy akiért imádkozom. A kezemet rájuk teszem, és felszabadítom az isteni erőt felettük. A görög szó aktív energiát jelent, tehát az energia árad, amit melegségnek éreznek, gyakran ezt érzékelik. Hiszem, hogy egy kép felér 1000 szóval, hiszem, hogy a képek a szívben hitet hoznak létre. Azt mondom, Istenem, milyen az energia, ami elhagyja a kezem? És azt feleli, olyan, mint a fény. Amikor látom az energiát magam körül, akkor fényként jön. Látom, amit Isten ereje világosságként betölt engem, eláraszt, kiárad belőlem, áthalad a kezemen bele a beteg testébe, megvilágosítja azt, kiűzi a sötétséget, és a másik kezem pedig húzza vissza az áramlatot. Két kéz van a testem, és isteni áramlat megy be. Szó szerint ezt látod, amikor imádkozol? Igen, ezt. És mit lát az a személy, akiért imádkozol? Látják a fényt, és a mindenható Isten gyógyító erejét, amint beárad a testükbe, kiűzi a sötétséget, és a beteg testrész helyreáll, és normálisan működik. Van-e valamilyen korlát a Jézus nevében való gyógyításban? Semmilyen korlát nincs. Ez tehát azt jelenti, hogy nem számít, milyen betegséged van, nem számít, mennyire félsz, nem számít, milyen rossz diagnózist ad az orvos, hiszen ez most a te időd ebben a pillanatban. Miért is ne? Isten azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És ez nagyon is magába foglal mindent. Azt is, ami veled történik. Valakinek a gerince most gyógyult meg a Jézus nevében. Több ember megrándult, hát a meggyógyult. Valami szó szerint ki lett egyenesítve. Valami, ami meg volt görbülve, most egyenes lett valaki testében. Valaki új csípőt kapott.
Mark, elmondanád ismét az embereknek, hogy mit tegyenek, és imádkoznál értük? Szívesen. Tegyétek a kezeteket a beteg testrészre, amelynek gyógyulásra van szüksége. Most azonnal csak tegyétek rá a kezeteket. Szeretném, ha látnátok, hogy nem csak a ti kezetek van ott, hanem azon ott nyugszik Jézus keze, amelyből árad az isteni energia és erő, mert a Szent Szellem erővel és hatalommal kente fel Jézust. Tehát lássátok meg Jézus kezét a tieteken, lássátok meg a fényt, energiát és erőt, amely a kezén átárad bele a ti testetekbe, és hangolódjatok rá erre az áramlatra. Figyeljétek, milyen látomások jönnek, áradó képek és gondolatok. Gondolatok és képek fognak áramlani hozzátok, válaszoljatok erre az áramlatra, mert ez a Szent Szellem kenete, Isten folyója. Szóval most azonnal tegyétek a kezeteket a testetekre, és most rögtön szólunk a testeteknek. A Jézus nevében szólunk, hogy a mindenható Isten gyógyító ereje áradjon be a kezeteken keresztül a testetekbe. Szólunk a testben lévő fájdalomnak, parancsoljuk neki a Jézus nevében, hogy menjen le azonnal. Fájdalom azonnal távozz el a Jézus nevében. Szólunk, hogy a mindenható Isten gyógyító világossága áradjon be a testetekbe, és világosítsa meg azokat a sötét helyeket, űzze ki onnan a sötétséget, a sátán és démonai támadását. Távozzatok azonnal a Jézus nevében. Gyógyítást szólunk azoknak a testrészeknek, amelyeknek helyre kell állniuk. Most azonnal gyógyuljatok meg a Jézus nevében. Sejtek, gyógyuljatok meg, álljatok helyre a Jézus nevében. Működj újra helyesen a Jézus nevében. Maradjatok az áramlatra hangolódva. Amikor véget ér az áradás, akkor is maradjatok meg ebben az áramlatban. Hadd történjen meg. Figyeljétek, Isten mit cselekszik, és hadd történjen meg. Mondd csak, van egy jobb ötletem. Szeretném, ha profétálnál mindenkinek, aki az adást nézi most. Megtehetem ezt most veled? Megteheted. Azt mondtad, a nap 24 órájában hallod Isten hangját. Valóban, Istennek van szava hozzátok, ez a szó pedig, az én juhaim hallják a hangomat. Ha még nem tértél meg, az nem változtat ezen. Isten mindenkihez szól. A Biblia tele van olyan történetekkel, amelyek megmutatják, hogy Isten mindenkihez beszél. Meg tudod hallani Isten hangját, meg tudod hallani, mit mond ma neked Isten. Azt mondja, meg akarja törni a kétekt és hitetlenséget, tehát a Jézus nevében szeretném, ha mondanád velem, hogy a Jézus nevében megtörök minden kétekt és hitetlenséget. Parancsolom, hogy távozzanak el tőlem a Jézus nevében. Meg tudom hallani Isten hangját. Ő szól hozzám, és én hallom, amit mond. Ráhangolódok a szellemére, és el fogom fogadni az áradásából, amit Isten adni akar nekem. Úr Jézus, kérlek, kend meg az emberek szemét most, és gyógyulás árad a szemükbe. Szólunk a pikkelyeknek, essenek le a szemükről a Jézus nevében. Szólunk az izmoknak, erősödjenek meg a Jézus nevében. A látás táguljon a Jézus nevében. Emeljétek fel szemeteket a hegyekre, ahonnan az erő jön, és lássátok meg Isten trónját. Lássátok meg a mindenható Isten, mint fényt, mennydörgést és világosságot, és lássátok meg az Urat a saját szemetekkel. Uram, kérünk, hogy gyógyítsd meg a szemeket most azonnal. Kérünk, hogy gyógyítsd meg a füleket. Szólunk a fülekhez. Tegyétek kezeteket a füleitekre. Halljatok a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám. Köszönjük a Teremtő csodáidat. Köszönjük, hogy a Te akaratod az, hogy lássunk és halljunk, és ezt kijelentjük és szólunk ezekhez az emberekhez. Fogadjátok el Isten akaratát. Lássatok és halljatok a Jézus nevében. Receive the will of the Lord here. És most akár hallotok, akár nem, az időnk lejár. Szó szerint parancsolom, hogy térjetek meg bűneitekből. Kérjetek bocsánatot Istentől. Higgyétek el, hogy neki van ereje, hogy ezeket lemossa. Utána a szátokkal valljátok meg. Hiszem, hogy Jézus az én Messiásom és Uram. Meg tudjátok látni őt a bensőtökben, mert azt mondja, soha nem távozom el tőled, sem el nem hagylak téged. Azt is mondja, hogy az én juhaim hallják az én hangomat. Legyél az ő juha. Szerezd meg ezt az interaktív munkafüzetet, hallj meg a hangját. Tanulmányozd a Bibliát, és használjon téged az Úr csodálatos, csodás módon, feljebb, mint ahogy valaha gondoltad vagy elképzelted. Ez a te ajándékod most már a Jézus nevében. Amazing, amazing fashion. Beyond anything you ever thought or even speculated on, it's yours right now in Jesus' name.